Sziasztok, Torma Valentin vagyok, és ahogy azt már megszokhattátok, innen minden gyönyör forrásából, vagyis a konyhából jelentkezem. A mai videóban azt fogom boncolgatni, hogy szükséges-e a cukor, és hogyha igen, akkor mikor és mennyit érdemes enni belőle. Videómban arról beszéltem, hogy léteznek-e hízlaló, illetve kevésbé hízlaló ételek, és mint kiderült, nincs ilyen, nem létezik. Az számít, hogy a kalória bevitelünk és a kalória felhasználásunk milyen arányban áll egymással. Hogyha kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyit felhasználunk, akkor fogyni fogunk, hogyha több kalóriát viszünk be, mint amennyit felhasználunk, akkor hízni fogunk. Természetesen, hogyha a diétánkat finom hangolni szeretnénk, akkor felosztjuk ezeket a kalóriákat fehérjére, szénhidrátra és zsírra, illetve ügyelünk a rostbevitelre is. A visszajelzésekre alapozva azt vettem észre, hogy tetszett nektek a videó, kaptam privát üzeneteket, kommenteket, illetve lájkoltátok elég sokan a videót, és itt szeretnék kitérni arra, hogy köszönöm szépen a sok pozitív kommentet, a sok pozitív visszajelzést, illetve kifejezetten örülök azoknak a kommenteknek, amiben valamilyen kérdéskört feszegettek. Kifejezetten tetszik, hogy egyre több kommentet hagytok, egyre inkább részt vesztek ebben a közösségben, mert gyakorlatilag ez nem csak egy csatorna, én egy közösséget szeretnék építeni, ahol nem csak én osztom az információt, illetve nem csak én adok gyakorlati tippeket, hanem kérdezhettek komment formájában, illetve válaszolhattok egymásnak. Fontos, hogyha kérdésetek van étkezéssel, illetve edzéssel kapcsolatban, akkor azt írjátok meg kommentben. A gyakran feltett kérdésekből, illetve azokból a kérdésekből, amit nagyon jónak ítélek meg, azokból videót fogok csinálni, tehát egy videó keretén belül fogok válaszolni nektek. Továbbá, hogy egy kicsikét megfűszerezzük a dolgokat, illetve próbáljunk egy közösséget kovácsolni ezen a csatornán, azt találtam ki, hogy azok a kommentelők, akiknek a kommentjei alapján videót készítek, meg lesznek említve a videóimban. Ez lesz az első ilyen videó. Tehát a mai videó kommentje Nordborg01 a legutóbbi táplálkozással kapcsolatos videóm alatt hagyott egy kommentet, ami így hangzik. Azért az egyszerű szénhidrátokat mégiscsak minimalizálni kéne, még ha nem is elhagyni, ha az ember fogyni akar. Véleményem szerint erre a kérdésre nem lehet egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni, tehát javaslom, hogy járjuk körül a témát, és találjuk ki magunk, hogy mi az igazság. Vizsgáljuk meg először a cukorfogyasztás hatását az emberi szervezetre, akkor, hogyha fogyás a cél. Ha fogyni szeretnénk, akkor egyetlen törvény van, kalória deficit. Tehát, hogyha kevesebb energiát viszünk be, mint amennyit felhasználunk, vagy többet használunk fel, mint amennyit beviszünk, akkor fogyni fogunk. Ez minden sikeres diéta alfája és omegája, mindegy, hogy valaki intermittent fastinget csinál, flexible dieting-ot, paleózik, ketogén diétán van, ez a lényeg, kalória deficit. Hogyha fogyni szeretnénk, akkor kalória deficitben kell lennünk. És lehet, hogy sokan kételkedni fognak abban, amit most mondok, de hogyha fogyni akarunk, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy cukrot eszünk, vagy komplex szénhidrátot. Ameddig kalória deficitben vagyunk, addig fogyni fogunk. Erre vonatkozóan végeztek nagyon sok kísérletet, ugye tudjuk, hogy meg is kajával is lehet fogyni, hogyha egyszerűen kalória deficitben maradunk, tehát hogyha nem eszünk többet, mint amennyit felhasználunk. Az egy másik dolog, hogy ez nem egy járható út, ugyanis az inzulin szintünk folyamatosan ingadozik, ettől folyamatosan éhségérzetünk lesz, nem viszünk be elég vitamint, ásványanyagot és rostot. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy lehet-e fogyni kizárólag cukorfogyasztással, lehet, ameddig kalória deficitben vagyunk. Hogyha az a kérdés, hogy egészséges-e, akkor határozottan az a válasz, hogy nem, egyáltalán nem egészséges. De nyilván ez egy valóságtól elrugaszkodott szélsőséges példa, de a gyakorlatba ültetve is működik. Hogyha már a szénhidrátokról és cukrokról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni a glikémiás index fogalmát. Minden szénhidrátnak, illetve minden ételnek van egy glikémiás indexe. Ez azt jelenti, hogy az elfogyasztás után mennyire emeli meg a vércukorszintet. A standard szénhidrát a szőlőcukor, ennek van 100-as értéke, ehhez viszonyítanak minden szénhidrátot. Nagyon fontos, hogy a glikémiás index csak akkor irányt adó, hogyha egy gyomorra fogyasztjuk, és ha semmi más nem eszünk, csak azt az egy forrást. Ezt azért érdemes megjegyezni, mert a későbbiekben ki fogunk térni rá. Tehát vannak komplex, illetve egyszerű szénhidrátok. Komplex szénhidrátok, amiket több időbe tart megemészteni, tehát mondjuk, ha eszünk rizst, zapelyhet, ezek a komplex szénhidrátok közé tartoznak, a szőlőcukor például az egyszerű szénhidrátok közé tartozik. Az egyszerű cukrok, mint mondjuk a dextróz, tehát a szőlőcukor elfogyasztása után
pár perccel már be is jut a véráramba, tehát megemeli a vércukorszintet, és inzulin reakciót vált ki. Mit gondolunk? Ez jó vagy rossz? Ahhoz, hogy választ adjunk erre a kérdésre, mindig meg kell vizsgálnunk a körülményeket. Ha például én ülök egy irodában, fizikailag nem vagyok aktív, akkor semmi szükségem nincsen a cukrokra, ugyanis a cukor elfogyasztása után pár percen belül be is jut a véráramba, és gyakorlatilag, hogyha nem használom föl, és mondjuk a glikogént raktárak, tehát az izmokban nem tud felszívódni, tehát nem tudják hasznosítani az izmaim, akkor zsírrá fog alakulni. Tehát annak a cukornak valahova mennie kell, nem maradhat a véráramba, mert hosszú távon kárt fog okozni. Viszont, hogyha egy olyan szituációban vagyok, mondjuk elhúzódó edzésen belül, tehát mondjuk ami 3-4 óránál tart, és itt nem csak testépítésben kell gondolkodni, hanem egyéb sportokban, ahol mondjuk 3-4 vagy esetleg hosszabb ideig tart a fizikai aktivitás, ahol muszáj, hogy gyors energiához jussanak a sportolók, ott egy jó megoldást jelenthet a cukorfogyasztás. Ebből a példából mindjárt látszik, hogy adott helyzetben rossz a cukorfogyasztás, míg a másik helyzetben kifejezetten előnyös. Azt is érdemes megemlíteni, hogy egy sportoló egy nem sportoló emberrel szemben mindig előnyt fog élvezni a cukor tekintetében. Tehát azt jelenti, hogy egy sportoló embernek mindig jobb lesz az inzulin reakciója, illetve egy sportoló embernek sokkal nagyobb az izomtömege. Ugye az izom az glikogénnel van teli, ami gyakorlatilag cukor, illetve víz összekapcsolódva. Ha a glikogén raktáraink nincsenek tele 100%-ig, akkor a testünk tudja a bevitt cukrot hasznosítani, el tudja tárolni az izmainkban. Mondok egy másik példát. Tegyük fel, hogy van két sportoló, az egyik napi szinten eszik 2000 kalóriát, a másik 8000-et. Nem feltétlenül testépítésben kell gondolkodni, vannak olyan sportok, ahol naponta mondjuk kétszer edzenek, és sokkal elnyújtottabb edzésekről van szó, tehát nem egy, másfél vagy két órás edzésről, hanem adott esetben akár 3 vagy 4 órás edzésről. Ha megvizsgáljuk annak a sportolónak az étrendjét, aki napi szinten 2000 kalóriát eszik, akkor nagy valószínűséggel azt fogjuk találni, hogy először azok az ételek fogják feltölteni az étrendjét, illetve az étrendje javarészt azokból az ételekből fog állni, amik nagy volumenű ételek, tehát gyakorlatilag fizikailag nagy teret foglalnak el, de kicsi, tehát alacsony a kalória mennyiségük. Ilyenek mondjuk a zöldségek, illetve azok az ételek, amik megfelelő mennyiségű vitaminokat, illetve ásványanyagokat tartalmaznak. Továbbá elengedhetetlen a megfelelő rostbevitel, ugyanis a bélműködésünk sokkal egészségesebb lesz, hogyha a rostokban gazdag az étrendünk, illetve a rostbevitel az eltelít. Tehát, hogyha a rostban gazdag ételeket eszünk, akkor sokkal jobb lesz a telítettségérzésünk. És hogy egy 2000 kalóriás étrendet nézzünk meg, akkor ott nem sok helye van a cukornak, mert ezek az ételek már felhasználják a kalóriakeretet. Viszont, hogyha az a sportoló, aki mondjuk 8000 kalóriát eszik, 8000 kalória az iszonyat sok étel. És hogyha ez a sportoló próbálja azt a mennyiségű kalóriát fedezni komplex szénhidrátokból, akkor vagy azt fogjuk találni, hogy fizikailag képtelen megenni azt a mennyiségű ételt, vagy hogyha fizikailag képes is rá, egyszerűen problémát okoz a túl magas rostbevitel. A rostbevitel szükséges a megfelelő bélműködéshez, illetve a bélrendszerünk egészségéhez, de hogyha túlzásba visszük, akkor ugyanúgy problémát okoz, mint a túl alacsony rostbevitel. Szerintem mindenki tapasztalt már ilyet, puffadás, székrekedés, trombita szóló. Nem egy kellemes dolog. Tehát ennek a sportolónak napi 8000 kalóriára van szüksége ahhoz, hogy le tudja adni a sport teljesítményét. Tehát van egy napi 8000 kalóriás kerete, amit legelőször azokkal az ételekkel fog feltölteni, amikből a napi szintű makro és mikronutriens céljait el tudja érni. Illetve amiből elegendő rostot tud szolgáltatni a szervezetének. A maradékot viszont valószínűleg egyszerű szénhidrátokból fogja bevinni, ugyanis nem akar magának bél problémákat okozni, azáltal, hogy túl sok rostot visz be, illetve valószínűleg fizikailag lehetetlen azt a mennyiségű kalóriát bevinni, csupán komplex szénhidrát forrásokból. Az egyszerű cukrot viszont valószínűleg időzíti a napja folyamán, tehát valószínűleg edzés előtt, edzés alatt, vagy rögtön edzés után fogja fogyasztani, illetve hogyha fogyaszt cukrot egyéb étkezésen belül, akkor azt egy komplett étkezéssel teszi. Ha komplett étkezésünk tartalmaz cukrot, akkor a cukor, illetve a szénhidrátnak a glikémiás indexe módosul. Glikémiás index módosító tényezők, hogyha nem éhgyomorra esszük a cukrot, hogyha fehérjével, vagy zsírral, vagy rosttal együtt esszük, ezek mind-mind módosítják a glikémiás indexet. Ha például van egy rostgazdag étkezésünk, és hozzácsapunk még néhány gram cukrot, igazából nagy különbséget nem fog tenni, mert
nem a cukrot emészti meg először a szervezetünk, hanem az ételt egy elegyként. Az imént említett példák alapján nem tudjuk azt mondani, hogy a cukor jó vagy rossz. A cukor alapvetően egy gyors energiaforrás, megvan a miértje, megvan az ideje, és hogyha megfelelően használjuk, megfelelő időben használjuk, és megfelelő mennyiségben használjuk, akkor növelheti a sportteljesítményünket. Én azt javaslom, hogy aki testépítő, illetve súlyzós edzéseket végez, és nincsen szuper gyors anyagcseréje, annak nem érdemes a napi szénhidrát fogyasztásának 25, maximum 30%-ánál több cukrot fogyasztania. Illetve azt a cukorfogyasztás is érdemes az edzés köré időzíteni, tehát edzés előttre vagy edzés utánra. Ha valaki ezeket betartja, nagy gond nem lehet. Ha ma elkezdenék szákásítani, tehát napi szinten 200-300 kalóriával kevesebbet tenni, akkor a legelső dolog az lenne, hogy a cukrokat teljesen kivonom, illetve megpróbálom minimalizálni az étrendemben, ugyanis azok a kalóriák, amik kevés helyet foglalnak. És igyekeznék a napi szénhidrát szükségletemet komplex forrásokból fedezni, illetve azokból a szénhidrát forrásokból fedezni, amiknek magas a rosttartalmuk, ugyanis a rostok eltelítenek. És ennek nagyon nagy szerepe van akkor, hogyha kalóriadeficitben vagyunk, tehát hogyha szákásítunk, mert ugye kevesebbet eszünk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége lenne. Remélem, hogy a mai videó hasznos volt, illetve hogy ezután kicsikét jobban rálátok a cukorfogyasztásra, illetve a cukorfogyasztás miértjére, szükségességére vagy szükségtelenségére. Ja, és ezt elfelejtettem megmutatni. Ez csak érdekesség. De fontos, hogy nem 99% magyar hús és nyomokban dióféléket tartalmaz, mint egyéb élelmiszerek, hanem 100%. Igazából nem tudom, hogy ez most mit cél szolgált a videóban. Tanúság nincs. Köszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el lájkolni, illetve megosztani a videót, hogyha hasznos volt, és valószínűleg a videó maradék pár másodpercét azzal fogom tölteni, hogy csak bámulok rátok.